Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, dr. Tihanyi Tamás Gábor vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere, nem vagyok orvos. Amiről beszélek, az nem helyettesíti az orvosi kezelést, az egy lehetőség a sok közül, és nem egyformán hat az emberekre, ezt muszáj elmondanom mindig műsor előtt. Spiritista vagyok, parapszichológus vagyok, metafizikus vagyok, persze mind ilyen iskoláim is vannak. A Csontkovács vagyok, olyan iskola is van, ugye Csontkovács iskola is, ha van tetszer, és fülpontok, és sorolhatnám, ja, és párkapcsolatkócs. Na, hát akkor mindig miről szoktam beszélni, mindig nyilván az egészségről beszélek, és mindig az okokról szoktam beszélni, hogy mi ilyen okok vannak, hogy a testünk rongálva van. Folyamatosan, ugye? És ugye ezeket az okokat, ha nem szüntetjük meg, nem győzzük le, akkor ne várjuk azt, hogy sokáig fogunk élni, mert egy érdekes dolgot fedeztem fel, de majd kicsit később mondom el, hogy érdekes módon 20-25 éves kor között egy jó csomó dolgot a Jóisten leállít a testünkbe, és utána nyilván ez így van kiszámítva, hogy így tudunk átlagban mondjuk 80-85 évet élni, néhány ember többet, mert az nem így lenne akkor, ha hamarabb leállnának ezek a dolgok, akkor kevesebbet élnénk, ha meg tovább tartanának, akkor még tovább élnénk. De első és legfontosabb, amiről beszélni szeretnék, a földsugárzás ok. És tulajdonképpen ugye van a vízér meg a Hartmann-zóna, az már olyan 80%-os lefedést ad, hogy nem feküdhetünk jó helyen, mert a Hartmann-zóna ráadásul éjszaka változik, ugye, ide meg oda megy. És akkor még van, még vagy háromféle sugárzás van a Földbe. Tulajdonképpen képtelenség jó helyen feküdni, folyamatosan a testünkben negatív energia jön éjszaka, de beülünk a fotelba, akkor ott is, és azért nem értem az embereket sokszor, tudják, hogy van az emberek ilyen, és tudják azt is, mert sokszor beszélek róla, hogy ezen lehet változtatni, hogy ne legyen, és alig teszik. Nagyon kevesen teszik, komolyan mondom. Inkább ott dagonyázik, és meghal hamarabb, lényegesen vállalja azt, hogy folyamatosan negatív energia megy a testébe, a negatív energia meg ártalmas, akár a legrosszabb részben is ártalmas lehet. Szóval helyzet az, hogy buták az emberek, mert nem törődnek ezekkel a dolgokkal, pedig a legalapvetőbb dolog, mert mindenki lefekszik aludni este, mindenki. Én megmondom őszintén, hogy amikor el szoktam menni a nyaralóba, akkor ott van nekem ott egy bizonyos szimbólumom, ami segít ugye abban, hogy ne legyen ilyen problémám. Sokkal jobban alszom. Akkorákat alszom, el nem tudják képzelni. Jobban érzem magam, energikusabban, minden szempontból jobban vagyok. Minden szempontból. És hogy ez ugyanolyan, hogy az emberek nem tesznek így magukért, pedig nem egy nagy dolog, nem tesznek. Ugyanilyen, hogy fél óra alatt meg tudom oldani, hogy ne legyen érszökülete valakinek, hangsúlyozom, még kevesebb is, mint fél óra, meg tudom oldani, azért, mert a stressz, az mindennek az ártalmasa, az érrendszerünket összeszorítja. És kiveszem a stresszt az ember testébe, az csak én tudom kivenni, mert értek legjobban hozzá, meg néhány tanítványom, aki ezt meg tudja csinálni, azok, ahogy kivesszük, azonnal a vérkeringés ezerre beindul az ember testében, mert ami összeszorítja, és nem engedi működni, az eltűnik a testből. Egyébként tanulhatók ezek a dolgok, amiről beszélek, és nagy létszámú iskolákat már nem csinálok, mint régebben,
mert régebben nagyon olcsón csináltam, most nem annyira, de ez se a legvészesebb, de nem annyira. Egy kisebb létszámú tanfolyamok vannak, és sokkal jobban át tudom adni, amit szeretnék, azt a különleges, máshol nem ismert dolgokat. Ami még nagyon fontos, amit nagyon jól tudunk, hogy mi a legnagyobb probléma a stressz a testünkbe. A stressz, ugye már többször mondtam önöknek, hogy a Sej János volt a világ legnagyobb, legjelentősebb kutatója ezen a téren, aki Komáromban született, a mai Komárnó területén, és Kanadába élt, 80-as évek közepe felé halt meg. Ő a világ legelismertebb, legnagyobb tudósa volt a stressz kutatásnak. Ő nagyon ügyes volt, ő azt csinált, hogy a patkányokon kísérletezett, a patkányok testébe, a talamuszba tett folyamatosan stressz neki, és mindig vizsgálta, hogy mi fog történni a patkánnyal. Először is leszögezem, hogy az állandó stressz alatt levő patkányok fele idő alatt meghaltak, mint a többi. És olyan mondta, hogy csinálta, és rájött arra, hogy minden létező bajt a stressz okoz. Először hazavágja az immunrendszert, utána a szív- és érrendszer. Például azért lesz infarktusunk, mert ugye lerakódások vannak a koszorúérbe, ami rajta van a szíven lévő erek, amik a vérellátását a szívizomnak biztosítják, olyan, mint olajoznák a szívet, ugye. És a lerakódások vannak, és már egész picik is, ez mind a stresszből van a lerakódás, annak következtében, és egész vékony átjáró van már csak rajta, és a stressz hatására vérrögök keletkeznek, megalvad a vér negyede annyi idő alatt, mintha nem volnánk stresszesek. Képzeljék el, negyede annyi idő alatt, és akkor jön az infarktus, és ugye földobjuk a pacskert. A gyomor fekélyek, mindennek a következménye, az érrendszeri problémák mind. És én feltaláltam olyan módszert, amivel ezek kivehetők. De van más is, ami csökkenthet rajta, de hát nem ilyen szinten persze. Azt gondolják az emberek, hogy elmennek orvoshoz, meg másik ezoterikus emberhez. Ezt rajtam kívül az igazi ok megszüntetést senki nem tudja. Senki nem tudja. Én találtam fel, hogy hogy kell. Csináltuk mi bármilyen kezelést, bárki legyen gyógyszeres, te a beöntés, minden, bármit csinálhatunk, higgyék el nekem, ha a stresszt nem veszünk ki, az majdnem a tüneti kezelés. Nem azt mondtam, hogy nem kezelés. Tüneti kezelés. És mondtam, hogy pillanatok alatt meg lehet szüntetni az érrendszeri problémákat, és mit csinálnak az emberek? Ne. Nehogy azt higgyék, hogy hozzám egy ember is eljön, akinek érszökülete van. Nehogy, inkább meghalnak. Én egy ilyen, majdnem azt mondtam, hogy hülye emberek. Ilyen buta embereket nem láttam, komolyan mondom, fájdalom nélkül még kellemes érzés is van. Néhány ember kivételével nem élnek vele. Nem, ők nem mennek oda. Miért nem? Esetleg jobb lehet, de rosszabb semmiképpen se. De biztos, hogy jobb lesz. Tudom. Hát ott, amikor elmennek az emberek tőlem, jönnek 20-30%-os vérkeringéssel, és elmennek 120-130%-os vérkeringéssel. És párszor eljön, megismétli a dolgokat, és akkor meg is marad fixen akkor ez a dolog. Szóval ilyenek az emberek. Milyen okok vannak? Ugye mondtam a fölcsugázás, mondtam a stressz. Szóval minden létező betegséget a stressz csinálja. A lakosság 54%-a szív- és érrendszeri betegségbe hal meg. A stressz következtében. És hol van a rák, meg a többi probléma? És inkább meghalunk. De nem kérjük a segítséget. Egy vérnyomás gyógyszert beveszünk, hát olvasták, már egyszer elolvastam, mit csinál. Még halál is be van írva. Még ilyen hasonló dolgok vannak. Na ugye a lényeg az, hogy a stressz ugye meg az idegrendszert is befolyásolja,
Az lehet túlműködésbe, lehet alulműködésbe, a legkülönbözőbb dolog, mind a kettő rossz. Akinek az idegrendszere túlműködik és hiperaktív ember, az fejfájástól kezdve millió egy problémák, gyulladások lesznek a testébe, és akár agyvérzést is kaphat. Ezt úgy kell elképzelni, ha egy autót úgy terveznek, hogy 10 liter benzínnel megy 100-al, de helyette mondjuk az alulműködés, mondom először, 1 liter benzin kap, akkor mit tud csinálni az autó? Alapjáraton tud pöfögni. Semmi más. De tegyük fel, 3 litert kap. Ugye 30%-os a központi idegrendszer, akkor lefeljebb 1-es vagy 2-es föl tud váltani, maximum 2-est, nem többet. Nyilván az a fontos, hogy optimális mennyiség legyen a testünkbe, például energiába optimális, és mert a idegrendszer és a csakráknak a mérete, formája összefüggésben van. Ha az idegrendszer alul működik, akkor a csakrákat összeszorítja, ezt is én találtam fel, nem azért, de tényleg. Ilyen mindig csak csakra tisztításról beszélnek, de a lényeget senki nem csinálja meg rajtam kívül, mert ezeket is én találtam fel, hogy a csakrákat, a testünkben levő energiafelvevőket be kell állítani, mert az idegrendszer következtében vagy alul működik, mert az idegrendszer befolyásolja, vagy túlműködik. Ugye az alulműködik az, amit mondtam, hogy 1 liter benzin kap, ugye alulműködik. A másik, amikor meg tegyük fel, ma nem egy ember, aki jött hozzám, 250%-os idegrendszeren működött, 100% helyett, ott meg rettentő a nagy túlműködés. Ugye ez azt jelenti, hogy 10 liter benzin helyett az autó 25 liter benzin kap, de nyilván ez az autó 250-nel nem tud menni, és kikönnyököl a motor, ugye? Csapágyas lesz a motor. Az emberek egy darabig bírják, ugye rugalmasság szempontjából, de jön a fejfájás, a kiabálás, a stresszelés, állandó feszültség, idegesség, az érrendszert összehúzza, infarktust csinál, és arról hatnál, miket csinál a test, és nagyon gyakran agyvérzést. És ha agyvérzést túléli valaki, és nincsen megoldva ez a probléma, akkor megint kap egy idő múlva agyvérzést. És ezeket meg tudom oldani. Nem tudom megérteni egyébként. Szóval a stressz az a legnagyobb probléma a testünkben. Azokról beszéltem, ugye? Utána érdekes dolgok vannak, ugye beszéltem a különböző férgek, amik belekerülnek a testünkbe. Ugye mondtam, hogy paradicsomital. Vagy szódabikarbóna reggel egy kis kanál, egy pohár vízbe, mondjuk egy ekkora pohárba. És akkor azok nem bírják, és elmennek a testünkből. De van más megoldás, és csak nyilván arról nem akarok beszélni, egyáltalán nem. Akkor utána van azok a dolgok jönnek most, amiről beszélek, jól figyeljenek ide, amik sokkal hamarabb leállnak a testünkbe, mint kellene működések, amit céloztam arra, hogy az Isten úgy csinálja, hogy 20-25 éves kor között egy csomó dolgot leállít, hogy ne működjön, azért, hogy úgy gondolja, akkor fogunk élni 75-80 éves, vagy 85 éves korunkig átlagba. De mindenkinek úgy állítja le, csak egy-egy ember, aki még többet él, valamiért, ellenálló genetikailag, vagy valamilyen más szemszögből. De hát azt mondtam, hogy a stresszel kezdődik minden. Ha úgy születünk egyébként, megállapította Sejé János, hogy az édesapánknak a stressze már benne van, abban, amikor meglegyártott minket, megcsinált minket, és úgy születünk, hogy stresszel, és van a testünkben egy vödör, képzeletbeli vödör, és abban folyamatosan rakódik. Hiába megyünk el nyaralni, kirándulni, majd kiszedjük a stresszt, nem lehet kiszedni, az nem jön ki. Mindig csak több és több lesz, egész gyerekkortól kezdve több és több lesz. És egyszer csak annyi, és ezért van az, hogy sokkal hamarabb meghalunk a stressz következményében. Mindenki hamarabb meghal, ha sok stressze van, sokkal. És ugye mondtam, hogy vannak egyéb dolgok, amik, ilyen például az őssejt, ami 20 éves kortól nem működik, akkor ilyen például a enzim hiányunk, ugye nem tud felszívódni az étel, amit eszünk,
25-30 éves körünk, a hasnyálmirigyünk ugye nem nagyon dolgozik, és már olyan szempontból, hogy enzimtermelés szempontjából. Akkor ott van például a testünkben, hogy a immunrendszerünk ugye nem működik, 20 év körül a csecsemőmirigyünk még talán hamarabb is leáll, és azt termeli a T-limfocitát, a falósejteket, az ölősejteket, amik a betolakodókat el kell pusztítsák, akár baktérium, vírus, gomba, vagy rákos sejtek. És mivel sok kevés van már, ugye, mert nem termeli tovább, úgy csinálták föntről, ezért ugye hamarabb meghalunk, ugye, nyilvánvaló, mert nincsenek védettségeink. Ja, akkor a másik pedig ugye a DHA. Na, akkor kezdjük az ősejtet, amit mondok, az is 25 éves korban a DHA is leáll a testünkbe, ami rendkívül fontos, legfontosabb dolog, ami lehet a testünkben egyáltalán létező legfontosabb dolog. Ugye mondtam, hogy az be van doping miatt tiltva, 25 éves kornál áll le annak a termelése, de hát az a lakosság 0,1%-a az a fiatal ember, akinek eleve megvan, hogy ha azt veszi, akkor még jobb lesz, ugye nyilvánvaló. Na, kezdjük a ősejtekkel, ugye, mert sokszor elmagyaráztam önöknek, hogy 20 éves korunktól folyamatosan 25 éves korunkig az ősejtek leépülnek, mert nincsen tápanyaguk, a tápanyag meg a növekedési faktor. A növekedési faktort az édesanyánk adja nekünk a méhlepény által. Ezért van az, hogy a kisgyerekek pillanatok alatt fejlődnek, pillanatokat megtanulnak nyelvet, mindent megtanulnak pillanatok alatt, és minden nagyon klassz lesz ebből kifolyólag, de a gyerekeknek, a kicsiknek. De 20 éves korra ez elfogy. És ez a tápanyaga a testünkben levő ősejteknek az a tápanyaga. És mivel nem kapja meg a tápanyagot, ezért 25 éves kor környékén tápanyag hiányában megvannak az ősejtek, csak a tápanyag nincs meg, ezért leállnak. Hát, ha meg leállnak, akkor nem tud létrejönni a testünkbe az, hogy mindig cserélődjenek a sejtjeink, és újabb-újabb sejtek jöjjenek létre 7 évenként, ha nem az történik ilyenkor 7 évenként, hanem 7 évenként a rossz sejt párosodik a rossz sejttel, és az még rosszabbá teszi a dolgokat. Mert nincsen felújításuk, nincsen cserélésük a ősejtek által. Ezt a tojás fehérjében van benne, a növekedési faktor a 9. napon veszik ki, mert valahogy akkor több ezer százalékosan erősebb. És ez bizony csodát csinál, ugye, mert ha van a testünkbe, ugye, akkor nagyon nagy segítséget tud kapni, és akkor a sejtjeink elkezdenek működni, feléledni, cserélődnek, és minden elkezd működni a testbe. A másik, amiről beszéltem, ugye, hogy a enzimek. Ugye tudjuk jól, hogy a vékonybél és a vastagbél a immunrendszer 80%-át teszik ki. Ott rengeteg minden lejátszódik a vékonybélbe és a vastagbélbe, de rendkívül hamar elromlik nekünk a vékonybél, vastagbél, ott pedig egyensúlynak kell létrejönni, baktériumoknak az egyensúlynak kell létrejönni, és a belegbe, ott nyirokrendszer is van a belegbe, ha valami rák keletkezik, mert nem jól működnek a dolgok, akkor rögtön tovább megy a tüdőbe, vagy bárhova a testünkbe, és érrendszer is van, és ha érrendszerünk fala nincs rendben a belünkön belül, akkor nem tudjuk, mi kerülhet bele az érrendszerbe. És sajnos ez is a 25 éves kor környékén a hasnyálmirigy alig termel enzimet, és azért nem tud, amit mi eszünk, az felszívódni, vagy bármi gyógyszer, vagy bármi, ami kell a testünknek, nem tud felszívódni, és alig van hatása ránk, nagyon minimálisan. Ugye ez már az enzim rész, ugye, amiről beszéltem. A másik, amiről beszéltem önöknek, már sokszor az a probléma, hogy leáll nekünk a testünkbe, ugye 20 éves korunk környékén a immuntermelés, ugye a T-sejtek, azok a sejtek, amik ölősejteknek a termelése leáll,
20 éves kor, vagy még talán hamarabb a testünkbe leáll, és nem tud több termelődni. És képzeljék el, hogy végtelenek vagyunk. Pedig megoldható dolog. Végtelenek vagyunk. Megoldható dolog. Tényleg megoldható dolog. Végtelenek vagyunk. Ha nem törődünk ezzel, akkor sokkal hamarabb meghalhatunk megint csak. Ugye a másik nagy dolog, ugye minél jobban öregszünk a stressztől, ugye az érrendszerünk lerakódások jönnek létre folyamatosan, és ahogy egyre több lerakódás van, ugye egyre nagyobb probléma van, egyre nagyobb lesz a koleszterin a testünkbe, de ma már léteznek olyan dolgok, amik ezeket feloldják és csonttá alakítják. A létező legfontosabb dolog, amiről beszélek önöknek. Hát, ugye ez a DHEA. Nem tudják az emberek, hogy mi az. Valamikor 1800-as évek végén egy Voronov nevű orosz tudós, aki Párizsba tanult, elment Egyiptomba megvizsgálni az eunukokat, mert tudta, hogy sokkal, de sokkal hamarabb meghalnak, mint a másik ember, és akkor is már egy 40 éves, már egy roncs. Egy 40 éves vagy 45 éves. És érdekelte, hogy mi az oka ennek. És elment megvizsgálni, és tudnunk kell, hogy például a férfi hormont a két here és a mellékvese kéreg termeli nagy részbe, a nőknél a női hormont a két petefészek és a mellékvese kéreg termeli. És azért történik ez a probléma, mert ezekben az emberekben nincsen csak minimális mértékben a férfi hormon. És mivel nincsen bennük férfi hormon, ezért roncsok lesznek. Ez ugyanigaz a nőknél, ha nincsen bennük a női hormon. 60 éves kor környékére, normál esetben beszélek, nem az eunukoknál, hogy sokkal hamarabb, 10%-nyi van a testünkben, a 25 éves korban ugyanakkor még 100%-ban van. Ezek a hormonok, a női meg a férfi hormonok, a DHEA tulajdonképpen, ezek a hormonok, és azt csinálják, hogy átalakul a kell másfajta hormonnal. Testünkben egyenféle hormon van egyébként, és tudjuk, hogy a véráram keresztül megy el minden sejtünkbe. Annak az embernek, akinek kevés DHEA van a testében, ha ilyen hosszú távú vizsgálatok alapján, ez azt jelenti, hogy mit tudom, 1000 embert 8-10 éven keresztül figyelnek, ilyen hosszú távú vizsgálatok, rájöttek arra, hogy ha nagyon kevés van, 2-3-szor nagyobb esély van a halálra. A szívinfarktusra is dupla esély van, minden érrendszeri problémára dupla esély van, akkor halálra is dupla esély van, nyilvánvaló. A cukor probléma is annak köszönhető, az ilyen kettes cukorra beszélek. Az elhízás, ez a pocakosodás megint csak. A csontvelő problémát megint csak oda vezethető. A pszichés problémák megint csak oda vezethetők. És mondhatnék mindent. Ezt egy mexikói növényben van ez jelen. És ugye mondtam, hogy igazából ezt így nem lehet kapni, de én tudom, hogy melyik növényben van benne, ez is így meg tudom szerezni ezt a dolgot, annak alapján, nyilván nem mondom el, hogy melyik, annak alapján, és én jó két hete szedem, ugye nem beszéltek róla, hogy mi, hogy, de egyszerűen csodák történtek. Ennyit akarok csak mondani. Szóval valahogy érdekes módon úgy csinálta a Jóisten, hogy leálljanak dolgaink, nem működjenek 20-25 éves kor környékén, mert nem kell, hogy annyira sokáig éljünk, nyilvánvaló. De hát a mai tudomány, meg mai észre, mai megfigyelések, mai gyógymódok, meg minden ugye, ezeket a dolgokat ugye felül tudják überelni, és ezekkel a dolgokkal, amit törődünk, amivel én beszéltem, 15-20 éve tovább lehet élni. Higgyék el!
15-20 éve tovább lehet, nem mindegy. Nem mindegy a unokák, hát meddig látjuk, nem mindegy. Meddig látjuk a gyerekünket, nem mindegy. Nem mindegy, milyen minőségben éljük az életünket, fájdalmakkal, vagy mivel. Nem mindegy. Azt sem mindegy, hogy itt kiebbülít, vagy itt kiebbülít, ugye? Ezek mind nem mindegyek, ugye? És ezeken vannak ugye különböző megoldások ezekre. Na hát ezekről ennyit akartam beszélni. Ugye szokott jönni a telefonálás. Emlékeznek, nem régen egy nagyon szemét vidéki hapsit tök paraszt módon viselkedett. Itt sajnos nem volt elég időben kikapcsolva, de mindegy, azért megadtam a módját neki, hogy milyen ember. Azt akartam mondani, hogy mennyit fizet érte, és még sincs megelégedve, közben ingyenes volt, amit én csináltam neki. Mert azt kezdtem mondani, csak nem engedtem, mert leugattam, ugye nyilvánvaló. Na, drága hölgyeim, uraim, akkor vegyek elő a kis ujjukat, és telefonáljanak 061-269-0386. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor. Jó estét kívánok, én Margó vagyok, és 75 éves. Én szeretném, hogy ilyen felmérést csinálni nekem, Tihanyi úr, mert egy fél éve úgy becsomósodik nekem a karom, ilyen csomók keletkeztek. Én nem tudom, hogy az mi lehet. Hát általában zsírmirigy szokott lenni, de mi már beszéltünk egyszer, ugye? Nem, én még most telefonálok. Én beszéltem a Margóval. Én mindig viccelt is, akkor tudja, hogy a fizetbe az a Margó vonat. Nem, én telefonálok. Akkor a másik Margó akkor. Hát nyilván a keringési problémák vannak a háttérben. Igen. Nyilván most, hogy nyirok vagy egyéb keringést, tudja, és abból adottak ilyen dolgok, de általában legtöbbször zsírmirigy, de nyilván, hogy nincs minden rendben a testében, szóval mindjárt megnézem, milyen állapotban van, jó? Jó, nagyon köszönöm. Még milyen gondja van, na mondja. Hát ez, hogy ilyen, azóta egy ilyen fél éven borzasztó fáradtság van rajtam, fájnak a lábam, a térdem, pedig nekem soha nem fájt a lábam. Hát jó, egyszer el kell kezdődnie. Ja, igen, igen. Mindig azt mondják, akkor nekem soha nem volt idáig. Igen, de mindenki. Most egy furcsa, hogy ez mitől lehet. Tudja, van egy aranyos vicc, hogy viszik a cigányt hétfőn akasztani. Azt mondja, jó kezdődik ez a hét, mi lesz a hétvégén? Nem tudom, miért jutott eszembe, nem tudom, de mindegy. Egyszer, tudja, hol hallottam, egyszer sorba álltam, talán a Tesco, mondom, valamelyik nagy áruházba sorba álltam, és ott hallottam, de nagyon régen már egyébként. Na, a stressz az... És majd megnézi a szellemet, meg én. Megnézek, minden megnézek. Nagyon a stressz már megnéztem, az borzasztó. Mennyi Micsoda? Van. Nagyon sok a stressz magában, már megnéztem közben. A szellem van. Hátok is van, drága. Ugye, majd leveszem magáról, meg a stresszt is kiveszem. Na akkor, a központ hidegrendszer azt mondta, mindig fáradt, igaz? Igen, mindig fáradt vagyok. 10%-on van az egész teste, kedves hölgyem, mindene. Igen. Ha a központ hidegrendszer 10, akkor minden. Megnézem, mennyi vér megy a lábába, 10-20%, de mikor abba hagyom a kezelést, majd 120 lesz, meglátja. Na, jaj, de jó. Azért mondtam, hogy tudom megérteni, nem tudom megérteni, hát egyszer-egyszer, ha betalál ember érszökülettel, komolyan mondom. Egyszer-egyszer. És levágatja a lábát, és még utána meg is hal. Tudok nem egy esetet, azért mondom, tudok. Egyszer volt egy miskolcai bácsi, hallotta, hogy egy valakinek 3-4 nap alatt megoldottam, akkor még ezek a módszerek nem is voltak, még egy régebbi módszeremmel, mert kedden jött hozzám, mert csütörtökön akarták vágni a lábát. Ez pár éve ezelőtt, karácsony előtt volt pont. Kézzel olyan karácsony lett volna, hogy láb nélkül. Milyen... Remélem, nem az lesz nekem érszükület, remélem. Remélem én is. Hát valamilyen szinten van, valamilyen szinten. Csak nem olyan szinten, értem, mit mondok. De, igen, igen. De most, hogy megkezelem, majd meglátja. Persze ez nem olyan, mint egy fél órás kezelés, szóval... Persze, én tudom. Ez nem olyan, nem olyan.
Hol tetszik lakni, merre? Én itt lakom Budapesten. Jó, én meg nem. meg nem. Én itt tudom, laktam. De a Rákóczi úton van, már kinéztem a... Nem szabad mondani semmit, tudja. Tudom, igen. Én Pesten laktam, persze, nyilvánvaló. Hát nem Pesten, Budán, mert a Murizsban körtéren laktam. Igen. Abba a házban, ahol most a McDonald's-on. Ott régen volt egy másik étterem, egy Lordok házának hívták régen azt az éttermet. És egy nagyon jó lakás volt, mert így befelé ment a ház, nem is volt zaj, ott benne egy nagy kert volt, tudja. És tudja, az élet úgy hozta, ugye, egy párkapcsolat, minden, és akkor a páromnak már a szülei vettek ott telket, de már Maglódon a lakom. Egyáltalán nem fogadnak be engem Maglódon. Egyáltalán nem egyébként. Igen. Ha van például egy év egyszer ilyen egészségnap, tudja, ilyen kiállítanak ott, meg néhány ember előadást tart, engem nem engednek oda. Nem. Azért, mert tudok valamit, és engem nem. Na, irítség. Nem. Egyszer volt, hogy ott lehettem, lehet, hogy megharagudtak rám, mert kevesen voltak, mert nem volt beharangozva, mert a helyi újság később jelent meg, mint a maga ez a kiállítás, mit tudom, minek mondom, kiállítás vagy előadások, nem tudom, mik vannak, és én ezt elmertem mondani, tudja, hogy micsoda dolog ez, és benne volt a dolog ugye az újságban, csak rá egy hétre jelent meg, mint amikor volt ez az egész dolog. Nehogy oda találjanak az emberek, tudja, nyilvánvaló. Valami antiember lehetett a főzé, hogy nyilvánvaló. Na mindegy, ott egyáltalán nem semmilyen téren. Azt volt azért, van egy-két ember, aki volt a általános iskolának az igazgatója, meg minden, akivel így beszélgettem, akik igen, de a többség nem. Többség nem. A senki más. Na, ott lakom, hát, hogy azt mondják, hogy kertes ház, hát jó van, de hát én tudja, mikor megyek kertbe. Mert reggel elmegyek, este megyek haza, hétvégén tanítok, minden hétvégén szinte, ki tudja már hány éve, és kert, az lehet ott kert, de értem, mit mondok. Yeah. És nem az a baj még, hogy minimum egy óra, mire bejövök. Minimum. Nem olyan nagy távolság. Akkora dugó van, hogy lehidalok, komolyan mondom. Na, mondom, akkor ingyen van nekem már a tömegközlekedés, majd vonattal. De hát könyörgöm, képzelje el, a nejem az nagy részben vonattal jár haza. A hétköznap 5 napjából 4 nap 3-4 órával később indul a vonat. Mert valami, és akkor hallom a rádióban mondják, hogy az igazgató, MÁV igazgató azt akarja, hogy több ember utazzon vonattal. És közben pont ez a közlekedés, ahol mi lakunk, tudja, a Budapest 50 km-es körzetében, ezt teszi ki a fele társaságot, ugye a utazók közébe. Hát inkább nem, hogy többen lesznek, kevesebben lesznek. Képzeljék el, most haza szokott érni 6 órakor, és 9-10 órakor ér haza az ember. És ez halálrendszeres. Mindig valamit hazudnak. Egyszer nem volt mozdonyvezető se. Jó. Tehát akkor nekem minden alacsony. Minden, mindjárt elkezdem csinálni, jó? Minden a békarottyantó alatt van, jó? Na, mindjárt koncentrálok magára, figyeljen habtestén. Megnézem még a fekvőhelyét, de jó nem lehet. Aha. Nem jó az se. Keresztvízérme. De majdnem teljes testem. Ja, még hosszában nem is néztem. Ott is, ott meg Hartmann zóna van. De nem tudunk jó helyen feküdni, mindig mondom az embereknek, de mégse tesznek érte. Magának is hiába mondom, csak mosolyog rajta. Na, akkor csinálom. Csökkel be a szemét, figyeljen habtestére.
Na, mi újság van, drága anyám? Hát most nem tudom megmondani, hogy nem érzek semmit. Nem érez? Ez hogy lehet? Azt mondja meg nekem. Amikor a lábában most a vérkeringés 90, 100, 110, 120, 130, ez pedig az emberek 99%-a szokta érezni, és ugyanannyi vér megy a fejébe is, 80, 90, 95, 100, 105, 120%-on megy. A szíve most 90, 100, 110, 120%-on működik, az működik 20-30%-on. A jobb veséje is 90, 100, 110, 120, 130, és megnézem, a jobb veséje ezelőtt egy órával 1%-osan működött, 10%-on. Ezért nem értem. Vagy érzéketlen típus, vagy mi az oka? Most, hogy talán azt érzem, hogy ilyen melegség a lábam alatt lehet. Hát akkor miért mondja, hogy nem érez semmit? Tehát persze, hogy melegség. Igen, ah, igen, azt érzem. Mert a vérkeringés elindult, tudja? Igen. Na hát meglepődik dolgokon, drágám. Igen. Nem tudja, mit kéne érezni. Nyilván nem az, hogy kinő a szárnya. Ja, hogy hiszem. Jó. Jó, van, kedves hölgyem. Jó. Egyre jobban fogja érezni egyébként. Igen. És köszönöm szépen, hogy hívott, és minden jót kívánok. Én nagyon köszönöm. Viszontlátásra. Csókolom. Na. Na. Nem sok lesz, mert egy embert tudok fogadni, mert utána energiaadás lesz, és utána majd reklám majd a végén. Na, még valakit fogadnék, jobbról vagy balról. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor. Jó estét, Tamás, Évi vagyok. Tudom, drága hölgyem, tudom, mi van, eltűnt ember, mi van magával? Jaj, Tamás, annyira szeretem magát. Képzeljem, most is felrobbantam a gázzal, úgyhogy most azon kell vennem egy új készüléket, úgyhogy teljesen ki vagyok idegileg minden, hogy szeretnék egy állapotfelmérést, ha lehetne. És hogy tudott a gáz felrobbanni, szívem? Hát úgy, hogy a belseje tönkrement teljesen, úgyhogy ki kellett cserélni az egész készülőt. Jó, de fölrobbant kicsim, és hogy nem lett baja akkor magának? Hát nem úgy robbant föl, hanem nagyon baleset veszélyes volt. Jó van, az más akkor. Én tudtam, hogy így lesz, de mondom, kikérdezem magát, így jó? Jó, aranyos. Na jó, kedvesem. Nem vagyok ám hálátlan, vagy nem fogok. Semmi ilyesmi nem érdekel engem, hogy hála, tudja.
Na. Tudom, én ismerem, legyen olyan kedves. Megnézem, kedvesen megnézem. Központ idegrendszer 10, 20, 30, 40. De régen, nem van túl régen, kezeltem már magát így. Igen. Akkor rosszabb volt az állapot. Tudom, 10% volt. Jobb eset 10, 20, 30. Na figyeljen, habtestére megy a kezelés, jó? Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Na, drága Évike, hogy van, mint van? Hát köszönöm szépen, teszi tudni, hogy én nem érzek soha semmit, de úgy érzem, hogy azért egy kicsit, mint hogyha jobb lenne. Hát mit, hogy jobb lett? 120%-os. Na, jó van, drágám. Hát, és azt szeretném megkérdezni, hogy nem törölöm le az adását, ugye az már nem érvényes, ha esetleg visszakapcsolom, és... Hát, ha nem törli le, és megnézi az ismétlést, akkor is kapja. Igen. Majd az energiát, nagyon igen. Nagyon szépen köszönöm, és rövidesen nincs találkozunk. Nincs mit. Csókolom. Megkérem, hogy ne kapcsoljanak már másban, mert energiaadás lesz. Energiát lehet úgy is venni, hogy a bal kezüket fölveszik, így teszik föl. Elképzelő, hogy beszívja az energiát,
átvedi a testét, és oda teszi, hova kell, hogy kinyomja. Vagy az anyósnak a rottyantójára is teheti. Ma beszéltem egy hölgyel, nagyon kedves hölgyel Szentesről, egy idős hölgyel, egy tanárnővel, és mondta, hogy ugyan soha nem hitt benne, de a fenegye meg mégis működik, és érzi, és sokan mondják, hogy érzik, higgyék el nekem, nagyon sokan. Engedjék el magukat, csinálják, nem kell pessimista lenni, nekem úgyse, de igenis érezni fogják. Na, akkor megy az energia. Még 3 percig adom, de még utána még fog menni, vagy 5 percig, mióta abba hagyom. Még egy 5 percig megy az energia, beprogramoztam, és akkor is megy, amikor ismétlés van, tudják. Most érzéken búcsút veszek önöktől, de ne menjenek messzire, mert mindjárt megint itt leszek. Egy hét múlva megint itt leszek, és mindenkinek a legjobbakat kívánom, és mit mondjak még? Várom önöket legközelebb is.